A rendelkezésre álló adatok szerint a sértett egy 38 éves feltételezett elkövető fegyverneken egy ismerősüknél italoztak 2022. november 5-én délután. Gyalogosan elindultak a későbbi bántalmazó lakásához, ahol közöttük nézeteltérés miatt heves vita alakult ki. Ennek során a házigazda magához vette egy fahúságot, amivel többször megütötte, a sértett fejét, aki a bántalmazástól a földre esett. Ekkor a jogsértő, kihasználva védekezésre képtelen állapotát átkutatta a földön fekvő zsebeit, és azokból 15 ezer forintot és mobiltelefont vett el. A bántalmazás során a sértett súlyos sérülés szenvedett. A rendőrök a feltételezett elkövetőt fegyverneken elfogták és előállították a török Szent Miklósi rendőrkapitányságra. Ruházatának átvizsgálása során megtalálták az áldozat mobiltelefonját és a jogtalanul elvett készpénz egy részét, amiket lefoglaltak. A nyomozók a férfi gyanúsítottként hallgattak ki, kifosztás és súlyos testísértés is büntetének, megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbevétele mellett előterjesztést tettek, letartóztatásának indítványozására.